Advent negyedik vasárnapján a Fehérvár hangja döntősei és a Five Live a cappella lépett színpadra a Városház téren. Az est fénypontját pedig természetesen az utolsó lila színű gyertya meggyújtása jelentette. Cserpalkovics András polgármester és Pányi Antal megyés püspök közösen lobbantotta a lángra a liturgiában a bűnbánatot jelképező gyertyát. Cserpalkovics András polgármester ünnepi gondolataival felidézte a tavalyi adventi időszakot, amikor ugyan nem kellett a gyertyagyújtóknak megküzdeni a széllel, ám a Városháza dísztermében csak néhányan voltak jelen, míg a fehérváriak csak kamerán keresztül lehettek részesei az eseményeknek. Ez az adventi időszak már nagyban hasonlított ahhoz, amit megszoktunk, és amit szeretünk, akár jó példázza ezt, hogy mindegyik gyertyagyújtást itt tudtuk a főtéren megtenni, itt tudtak találkozni az emberek a hétköznapokban is, gyerekek, óvodák, iskolák kiskarácsonyi műsorukat meg tudták mutatni, ki tudtuk nyitni az adventi naptárnak az ablakait napról napra, délután, kora este. Magyarul igazán közösségi élmény és ünnep volt az adventi időszak. Van is belőle még jó pár nap, hiszen ez most egy hosszú advent. Spányi Antal megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a karácsonyra készülődvén fontos, hogy tisztítsuk meg önmagunkat. Vessük el a rossz gondolatokat, felejtsük el a megbántásokat, éljünk új lehetőséget adva önmagunknak is, és egymásnak is. Akkor lesz szép az advent vége, a karácsony, hogyha ezt tiszta szívvel tudjuk ünnepelni. És akkor lesz szép ez az ünnep igazán, hogyha megtelik a szívünk igazi szeretettel. Az ünnepi műsorban SS Nadén, a Ruf Nicole Trio és a Five Live a cappella lépett fel. A Városház téren és a belvárosban december 24-ig az ünnepi fények, az adventi vásár, koncertek és kézműves foglalkozás is várja a családokat.